Thank you very much. It's always a pleasure to be here with my Hungarian and Croatian friends, so thank you for your nice welcome. Mindig nagyszerű az, hogy itt lehetek a magyarországi régióban, és nagyon szépen köszönöm ezt a fogadtatást tőletek. And by the way, Hungary and the South Slavic region is the countries where I have been most the last 20 years. Magyarország, illetve ez a régió az, ahol az elmúlt 20 évben a legtöbb időt eltöltöttem. So it's holding the record from all my 70 countries I was traveling. I was the most time in your countries. Legtöbb alkalommal abból a 70 országból utaztam, Magyarország a rekord. So thank you for your hospitality. Köszönöm szépen. But let me tell you a little bit about my story at first. Engedjétek meg, hogy először egy picit magamról beszéljek. And then we will also touch the fact that whatever it takes, even after 20 years, you can always relight your fire. Majd később arról fogok beszélni nektek, hogy tök mindegy, hogy hogy az üzletben, vagy mit csinálsz, 20 éve későbben is újra tudod gyújtani a tüzedet. So I was growing up in communism. A kommunista korszakban nőttem föl. Let me show you the slides. And maybe you remember this situation, the wall between East and West Germany. Lehet, hogy emlékeztek erre a szituációra, kelet, illetve Nyugat-Németországban. It was holding me back to travel the world, and that was always my dream. Ez a fal volt, ami visszatartott azzal kapcsolatban, hogy a világot tudjam utazni. So I was dreaming about freedom all my life. Az életemben mindig arra álmodoztam, hogy szabad leszek. So sometimes we have to take big steps out of our comfort zone to get what we want. Gyakran nagy lépéseket kell tennünk a komfortzónából ahhoz, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. No, I decided 3 months before the wall came down to escape. Eldöntöttem azt, hogy szeretnék, miután a három hónappal később ugye lebontották a Berlin nagyfalat. Because I did not know that the wall would come down. Mert nem tudtam, hogy a falat le fogják bontani. I just risk it. Csak rizikóztam. And sometimes we have to do things other people say you are crazy. Néha olyan dolgokat kell csinálni, amikor azt mondják az ember, hogy te őrült vagy. But out of this situation we can grow the most. De ezekből a szituációból tudsz a legnagyobbat nőni az életedben. So don't worry if you feel in a situation which is not ideal for you now. Ne aggódj azért, hogy olyan szituációban vagy, ami nem ideális számodra jelen pillanatban. We can always step out of this comfort zone. Mindig kiléphetünk a komfortzónánkból. So 3 months later, the wall anyhow came down. 3 hónappal később lebontották a Berlin nagyfalat. But I had already 3 months, I've been already in West Germany. De már 3 hónappal előtt, hogy én Nyugat-Németországban voltam. I had already a job. Már munkahelyem is volt. So 3 months advantage. Szóval 3 hónap előnyöm volt mindenkivel szemben. You see, every difficult situation has the positive side. Minden nehézségnek van egy pozitív oldala. And then my dreams came true. És majd az álmaim elkezdtek megvalósulni. From 2006 to 2011 I was able to live in Monaco. 2006-tól 2011-ig Monakóban éltem. I was always dreaming of a place where everybody is rich. Mindig arról a helyről álmodoztam, ahol az emberek gazdagok. And this is for sure one of these places. És ez az egyik hely, ahol biztos, hogy gazdag emberek élnek csak. But after 5 years I got bored. 5 évvel később meguntam. Because always the same scenery. Mert minden megszokás volt már. And I wanted to travel and see the world. Hiszen szerettem volna utazni és látni a világot. And from just one bonus check in that time. Abban az időben egy bónusz csekkemből. I could buy my very first forever car. You can see it here. Meg tudtam vásárolni az első forever autómat, ahogyan látjátok a képen is. And when I walked in this auto salon. Amikor besétáltam ebbe a szalomba. I immediately saw this car which I liked. Azonnal megláttam ezt az autót, amit szerettem. And the seller asked me, how do you want to pay? És az eladó megkérdezte, hogy hogyan szeretném fizetni. I said, right here, cash. Azonnal itt készpénz. He thought he will call the police. Azt gondoltam, hogy elkezdi az rendőröket kihívni. He didn't think that a little girl like me can buy this car. Nem gondolta, hogy én ilyen pici lány meg tudom vásárolni ezt az autót. But I proved him wrong. De megmutattam neki, hogy mégiscsak lehet. I paid it. Kifizettem. And I went out with this car. És azonnal ki is vezettem a szalomból. I think he'll never forget that. Azt gondolom, hogy ezt soha nem fogja elfelejteni. What a joy.
Then I decided to follow my one of my best friends and diamond manager Kim Madsen, who was already living in Dubai. Majd eldöntöttem, hogy az egyik legjobb barátomat, diamond manager barátomat Kim Madsent elkezdem követni, és ugye ő akkor már Dubajban élt. Because I felt I have to be in a place where there's a lot of international people. Azt éreztem, hogy egy olyan országba kell, hogy éljek, ahol rengeteg nemzetközi ember él. To grow my international business. Ahhoz, hogy a nemzetközi hálózatomat tudjam építeni. And at first I was skeptic, of course. Először persze szkeptikus voltam. Because it's out of Europe. Mert ugye ez nem Európában van. Big time out of comfort zone. Nagyon kiléptem a komfortzónámból. But my friend was there. De a barátom ott volt. And he encouraged me to check it out for a while. És mindig győzködött a Kim, hogy nézzem meg, hogy néz ki Dubai. And live there with him and his family and just to see if I like it. Éljek ott egy picit velük, a családjával, aztán nézzük meg, hogy hogyan tudok beilleszkedni. And I started to like it there. És elkezdtem szeretni Dubajt. Because 200 different nationalities are living in one city. Több mint 200 különféle nemzetiség él Dubajban. What a potential for international forever business. Micsoda potenciális globális forever üzletet lehet ott felépíteni. They're just all in one place. Mindenki egy helyen van. So, exciting times ahead. Szóval nagyon izgatott voltam. And I got huge inspiration from that city because they have things where are the holding the world record. Hatalmas inspirációt kaptam ebbe a városba, hiszen ugye ezeknél világrekordok dőlnek meg folyamatosan. For example, having the only 7-star hotel in the world. Például ugye az egyedüli 7 csillagos szálloda. Or having the highest, the tallest building in the world. Vagy a legmagasabb épület a világon. And there was nothing before but desert. És ezelőtt ugye semmi más nem volt, az csak sivatag. It's a special inspiring energy in this town. Ez egy nagyon speciális és inspirációs város a világon. Because they're always thinking bigger than others. Mert mindig nagyobban gondolkodnak, mint mások. And this is what I liked. És ez, amit én szeretek. But also I need a place to come down. De kellett egy hely számomra, ahol egy kicsit nyugodtan tudok lenni. There's more nature. Ahol több természet van. And where you really can have good ideas and be in peace there. Ahol békénben vagy, és tudod, hogy tudnak az új ötletek jönni. So I bought this house in Austria. Ezért megvásároltam ezt a házat Ausztriában. It's the total opposite to Dubai. Teljesen a másik oldal Dubaihoz képest. But I like both. De imádom mind a kettőt. So special places in different ways. Speciális helyek, ugye, különböző formában. And actually I'm a German, I'm not Austrian. Én német vagyok, nem osztrák. And in Austria. És Ausztriában. The top managers, the most of the top managers are in my business, even I'm a foreigner. Nekem van Ausztriában a legtöbb top menedzserem, még úgy is, hogy külföldinek számítok Ausztriában. Isn't that incredible? Ez nem fantasztikus? So we can go as foreigners. Szóval tudunk menni, mint külföldiek. In one country. Egy országban. In forever, and just decide to build it up. És csak bemész az országba, és eldöntöd azt, hogy fel akarod építeni az üzletet. And no matter where we come from. És tök mindegy, hogy honnan jöttél. What we did before. Mit csináltál előtte. Everybody has the same chance. Mindenkinek megvan valójában a lehetőség arra, hogy felépítse ezt az üzletet. This is what I like about our business. És ez, amit én szeretek az üzletünkkel kapcsolatban. So if we work online, we can do it from everywhere in the world. Ahogyan ugye online dolgozunk, ezáltal a világ bármely pontjáról tudunk dolgozni. And thinking about the next trip already. Már most a következő utazásomon gondolkodom. So the last 20 years I was traveling more than 70 countries just with forever. Az elmúlt 20 évben csak foreverrel 70 országba utaztam. This is my biggest passion. Ez a legnagyobb szenvedélyem valójában. People always ask me, where do you really live? És az emberek gyakran megkérdezik, hogy te Katrin, hol élsz valójában? I live there where I just get up. Én ott élek, csak ahol felébredek. I like to see the whole world. Szeretem látni a világot. And I'm sure I will complete it with forever. És biztos vagyok benne, hogy forever be fogom utazni a világot. But of course there are some favorite countries. De persze ott vannak olyan országok, amiket igazán szeretek. When I get asked to speak, I immediately say yes. Amikor megkérdezik, hogy szeretnék-e beszélni, és azonnal igennel válaszolok. And this is your country, so thank you very much. És ez a ti országotok. In Austria, I found time also to write my first book. That is also one of my dreams came true. Ausztriában megtaláltam az időt ahhoz, hogy az első könyvemet kiadjam, hiszen ez volt az egyik célom, álmom az életemben.
And sometimes we have to be a little bit crazy. Néha egy kicsit őrültnek kell, hogy legyünk. And not do what everybody's doing. És nem azt csinál, amit mindenki más csinál. When I bought this house in Austria, amikor megvásároltam ezt a házat Ausztriában, I just put in South African furniture. Akkor csak dél-afrikai bútorokkal rendeztem be. And my Austrian colleague said, "This will not, that does not look like nice here." Akkor a vezetőim azt mondták, hogy de ez így nem néz ki egész jól. But it looks good to me. De jó néz ki nekem. So I like South Africa also. Én szeretem Dél-Afrikát. Inside it's South Africa, outside it's Austria. Belül Dél-Afrika, kívül Ausztria. Nem so I'm always in different countries. Szóval mindig más országban vagyok. I love it. Imádom. Some say it looks like a hotel. Néha úgy néz ki, mint egy hotel lenne. Maybe it is. So benefits of our business in network marketing for me is traveling the world because I was locked in East Germany before and I could not even have a passport. Valójában az előnye az üzletünknek ugye az, hogy utazhatjuk a világot a forever-rel, hiszen ugye én annó kellett Németországban voltam végig. Actually even in that time we could just travel to Hungary. Abban az időben csak Magyarország lehetett jönni, sehol máshova. That was the only country which was allowed for East Germans. A keletnémetek csak Magyarországra jöttek, sehol máshova. So trust me, you're the country where I've been most since my childhood. Amióta gyerek vagyok, biztos, hogy Magyarországon voltam életem a legtöbbet. And I'm always coming back. És mindig visszajövök. So isn't that amazing? We can be and work wherever we want to be. Nem csodálatos, hogy bárhol dolgozhatsz, végezheted a feladatodat napi szinten. I call this the total freedom of choice. Ezt én úgy hívom, hogy a totális szabadságnak a választása. Everybody choose what you want to reach within our business. Mindenki választ, hogy mi az, amit el szeretne érni ebben az üzletben. You cannot do that in a traditional job. Ezt egy tradicionális munkahelyen nem tud megtenni. You cannot do that when you have your own company because you have to be there. Amikor a saját vállalkozásod van, sem tudod megtenni, hiszen ott kell, hogy legyél fizikálisan. But we can do that with a successful network marketing business with Forever. De meg tudjuk csinálni egy sikeres network marketing céggel a Foreverrel. So what I always wanted in my life, freedom, I found in Forever. Szóval amit én az életemben akartam, az mindig a szabadság volt, és ez az, amit megtaláltam a Foreverben. And you will also. És te is meg fogod találni. Whatever is important for you. Bármi is fontos számodra. To feel freedom. Ahhoz, hogy a változást, illetve a szabadságot érezd. So it gave me financial freedom. Kötelezettség nélkül tudtam utazni a világot, illetve anyagilag független voltam. And yesterday I hear a sentence which I now believe it's true. We will never die, Sándor Miller said to me. Tegnap egy nagyon jó találkozónk volt a Sándorral, ahol azt mondta a Sándor, hogy mi soha nem halunk meg. Because we're drinking aloe since more than 20 years. Mert aloét iszunk több mint 20 éve. And we will drink another 20 years. És a következő 20 éve is inni fogjuk. So the doctors, they will not understand what's going on with us. Szóval az orvosok nem fogják megérteni, hogy mi történik velünk. We will live forever. Szóval örökké fogunk élni. With a healthy and joyful lifestyle. Egy igazán egészséges és élvezhető életben. And a really peace of mind. És az, hogy nyugodtan tudjuk megélni ezt az életet. No worries. Nem kell aggódnunk. This is why people are happy if they don't have to worry anymore. Ezért boldogok az emberek, hogyha nem kell aggódniuk többet. And of course my big passion, traveling the world. És persze az én nagy szenvedélyem az, hogy a világot tudjam utazni. So on some days I'm in 3 countries. Néha valamikor egy napon 3 országban vagyok. When I visit Victor. Amikor meglátogatom Viktort. It's Austria, Slovakia, Hungary. Ausztria, Szlovákia és Magyarországon vagyok. In 1 hour. Egy órán belül. Isn't that amazing? Nem fantasztikus? And there are no borders for our business. És ma már ugye nincsenek határok az üzletünkkel kapcsolatban. I like that a lot. És ez az, amit nagyon szeretek. So on the 4th of July. Július 4-én. Oops. Okay. Doesn't show. I started my Forever business. Akkor kezdtem a Forever üzletemet. And I wanted to do this full time. És mindenképpen teljes munkaidőben szerettem volna végezni. I didn't want to have any part-time jobs. I just wanted to have something where I can make money and travel. Nem akartam semmi olyan munkát végezni, ami csak részmunkaidő, hanem pénzt akartam és utazni akartam a világot. And so I decided the first 4 weeks to go full speed so I don't have to take any other job. Szóval eldöntöttem azt, hogy az első 6 évben teljes gázzal fogok menni, és nem akarok, nincs B terv.
And after 6 weeks I became manager. 6 héttel később menedzser lettem. Because I wanted so. Azért, mert nagyon akartam. Because I wanted to live this business every single day. Azért, mert ezzel akartam élni. So after 6 weeks in my countries you have like 2,000 euro per month as a manager. That's enough to live from that. 6 héttel később ugye a Németországban ahol éltem, 2000 eurót kerestem, és ebből a pénzből szépen eléltem abban az időben. What a message is that? Milyen üzenet ez? After 6 weeks we can live from this business and don't have to do anything else. 6 héttel később ebből az üzletből akár élni is tudsz, és nem kell más csinálni, csak ezt az üzletet. No traditional business owner can say that. Nem, nincs olyan vállalkozó, rendszeres vállalkozó, aki azt tudja mondani, hogy ez működik náluk. They need years or centuries to be in, not have loans from banks anymore. Évek kellenek ahhoz, hogy egy vállalkozás felépítsünk így, és ne felejtjük el mellett a hiteleket is. And we just can start, and we don't have any doubts, we don't have any risk, and we can live from this business. Mi csak el tudjuk kezdeni ezt az üzletet, nincs benne rizikunk, nincsen semmi kétségünk, csak csinálni kell, végezni fel a feladatunkat. And I think because I did it like this, my team copied me. Azért, mert én megcsináltam, ezért az én csapatom is lemásolta ezt. I think today I have 85% managers being full-time in my forever business. Az üzletemben több mint 80%-a a menedzsereimnek teljes munkaidőben végzik magát a forever. And I'm proud to say most of them are in East Germany. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek kelet-németek egyébként. So I could help my people there to have a good life. Szóval tudtam az embereket segíteni abban a régióban, hogy megváltozzon az életük. Because they saw me, of course, as their role model. Mert úgy néztek rám, mint egy role modellra. But now they are the role models. De most már ők a role modellok. Senior manager I became after 4 months. Senior manager lettem 4 hónappal később. Because I had already 2 friends who wanted to do this. Mert volt 2 barátom, aki azt mondta, hogy szeretne ezt az üzletet csinálni. So I was working with them instantly every single day. Szóval dolgoztam velük minden egyes nap. And not just with these two, with always 7 people at the same time. Nem csak ezzel a kettővel, de mindig dolgoztam 7 új emberrel. And that time, but that was not online. És abban az időben nem volt online. So on 7 days I was in 7 cities. 7 nap alatt 7 városba kellett, hogy utazzak. Building up 7 first-line managers. Ahhoz, hogy 7 első generációs menedzsert felépítsek. So Monday this one, Tuesday this one, and so on. Szóval a 7 minden napján másik városba kellett, hogy legyek. That time I could not afford airplane tickets. I was taking the night trains. Abban az időben nem tudtam megengedni azt magamnak, hogy repülőgépjegyet vegyek, inkább vonattal kellett, hogy utazzak. I was building up my team in Vienna. Építettem a csoportomat Bécsben. And there was a conference room in the main station. Egy konferencia terem volt a központi vasútállomáson. At 11 p.m. I went to that train and next morning I wake up in Germany and go to my next future manager. 11 órakor fölébredtem, majd felszálltam a vonatra és mentem a következő városba. So maybe I'm kind of a gypsy blood or something. Lehet, hogy van bennem egy kis gypsy vér. I don't know. Nem tudom. I just like this freedom. Csak imádom a szabadságot. And I like many things to see in short times. És szeretem azt, hogy a rövid időn belül sok mindent tudok tapasztalni, látni. So after 7 months I had 5 frontline managers and I was in forever to drive level 3, which gave me another 800 euro extra per month. 7 hónappal később soaring manager lettem, illetve chairman's bonus első szintes, plusz megkaptam az autóprogramnak a szintjét is. Another 7 months I became Sapphire manager. 7 hónappal később Zafir manager lettem. And in 2001 Diamond Sapphire. 2001-ben Gyémánt Zafír lettem. And in total after 2.5 years I became until now the fastest diamond in forever since founding of the company. 2002-ben egyedülállóként a világ leggyorsabb gyémánt menedzser lettem. Because it's not in my blood to wait, I always hurry. Mert nincs benne a véremben az, hogy várjak, hanem mindig menni akarok. I don't know. It's maybe a born sense of urgency inside me. Valószínű, hogy ezzel születtem. So, and when I was there, I thought, and now, it's done. What I do now? És amikor elértem ezt a szintet, akkor kész van. Akkor most mi a következő lépés? And I did something very crazy. És egy nagyon őrült dolgot csináltam. It was in Frankfurt at the Global Rally. Frankfurtban volt a Global Rally. Rex gave me a recognition for a Diamond Manager. Rex elismerte a Diamond minősülésemet. And he asked me, what is your next goal? És azt kérdezte, hogy na, mi a következő célod? I said, double diamond. Mondtam így, dupla diamant.
And when do you want to be double diamond? He asked me. És mikor akarsz dupla diamant lenni? I said, okay, in 1 year. Okay, egy évvel később. That was totally crazy. Ez abszolút őrület volt. And after then I thought, what have I said? Most csak gondolkodtam, te jó ég, mit mondtam? But whole Europe was listening. De egész Európa hallgatta a szavaimat. So I had to do it. Szóval muszáj volt, hogy megcsináljam. And also to not disappoint Rex. És nem akartam, hogy a Rex is úgy érezze, hogy cserben hagyom. Then I thought, what I can do in 2.5 months, I just have to speed up a bit. I can do it 1 year. Szóval tudtam azt, hogy az idővel sokkal gyorsabban föl tudom pörgetni az üzletemet. But here's the thing. Jöhet a következő. It was already prepared. Elő volt készítve minden. Because while building the diamond business, I had a huge non-manager group. Amikor a diamant üzletemet építettem, egy hatalmas non-manageri csapattal dolgoztam már akkor. Like 600 non-manager case credits per month. 600 pont érték havonta non-manageri, 600. And I just had to pick up one after the other from that group and work with them towards manager. Mindig kiválasztottam a vezetőket, akik vezetővé válhatnak majd, és valójában velük dolgoztam folyamatosan. That's maybe a message. Ez lehet, hogy egy üzenet. While we are reaching the goal we are working on now, we are already preparing the next one. Szóval amikor már a céljainkat elérjük, már akkor el kell kezdeni felépíteni a következő céljainknak a helyzetét. So who has huge non-manager groups will always be faster. Szóval hogyha nagy non-manager üzleted van, akkor mindig gyorsabb leszel. That's the only secret. Ez az egyedüli titok. So from 2002 to 2003, every single month, minden egyes hónapban, I had 2 first line managers. Minden egyes hónapban 2 új front managerem volt. And they came out in the same cities where I have building up my diamond business. És ők abból a városból jöttek ki, ahol a gyémánt üzletemet felépítettem. So the second round is easier than the first one. Szóval a második kör az sokkal egyszerűbb, mint az első. Because in my first round I was building up this infrastructure and leaders. Mert az első gyémánt üzletemben egy infrastruktúrát építettem fel a vezetőimnek. And now my new prospects, I just put in my leaders groups in all that cities which I have been building up already. És az új jelölteimet mindig beraktam abba a városba, azokhoz a vezetőköz, amit előtte már felépítettem abba az infrastruktúrába. So everything is already prepared 12 months before. Szóval 12 hónap előtte minden el volt valójában már készítve. And this answers how this could happen. És ez valójában megválaszolja azt, hogy hogyan tudtam ilyen gyorsan megcsinálni. So if I would have 600 non-manager case credits again by month, hogyha ismét 600 non-manageri CC-m lennének havonta, I could go triple diamond in 1 year. Akkor egy év alatt akár tripla diamant is lehetek. No, take it easy. Nem, kicsit lassabban. I have many other things to do in forever. Rengeteg dolgot szeretnék még a forever-re megvalósítani. For example, getting my leaders to diamond position. Az, hogy a vezetőim diamantok lehessenek. And give them the same possibilities and lifestyle. És megadni nekik minden lehetőséget, illetve magát az életstílust. So for the last years I was working very strongly with my team. Az elmúlt években nagyon sok vezetőmmel dolgoztam. And I think they are totally ready now for the next wave of growth. És ők most már teljesen készen állnak arra, hogy az üzleteket egy következő szintre tudjuk növelni. I will show you some tools later. Néhány dolgot megmutatok nektek később. What Forever also gave me is this amazing 13th month income. Amit a Forever adott valójában, az a 13. havi bevételünk. And even for the 40th anniversary in Dallas, this check that was outstanding. A 40. évfordulójára a cégnél ugye ez a fantasztikus csekket kaptam. Actually, I promised to Rex to go level 3 for his anniversary. Megígértem Rexnek, amikor az évforduló lesz, level 3-at fog megcsinálni. And he know when I promise, I keep my promise. És tudja azt, amikor én megígérek valamit, akkor tartom is az ígéretemet. This is always my motivation to keep my promise. Mindig ez a motivációm, hogy betartsam valójában, amit megígérek az embereknek. And also in Stockholm this year I had a very high level 2 check. Ebben az évben Stockholmban is egy nagyon magas level 2-es bónuszom volt. It's going on and on in this marketing plan. It's just amazing. Forever has the best marketing plan in the whole world. Ez hihetetlen, ahogyan folytatódik a marketing terven, hiszen ugye Forevernek van a legjobb marketing terve a network marketing világában. Why did I show you all this? Miért mutattam meg mindezt ezt nektek? Because this is your future. Azért, mert ez a ti jövőtök.
I was looking to people when I started who had already these results. Én is néztem azokat az embereket, amikkel én elkezdtem, hogy igenis. So it doesn't have to be your sponsor or upline, can be someone you admire in the forever world. Nem kell, hogy a szponzor legyen, vagy a felsővonal legyen, viszont valakit követni kell. And we have many examples. És rengeteg ilyen példa van. So people ask me why you still work so hard. What is it? What still drives you? Szóval az emberek gyakran megkérdezik tőlem, hogy miért dolgozom még mindig? Mi az, ami valójában vezet téged? In the first place, it's Rex Mon. Az első az Rex Mon. He's like my father figure. Olyan, mint hogyha az apám lenne. And when I had the chance this January at the Accelerate Week to meet him personally again in his office. És amikor a januárban az Accelerate-en tudtam vele találkozni. I can just say he's the greatest leader I have ever seen. Csak azt mondom nektek, hogy a legnagyszerűbb vezető a világon, akit valaha láttam. What a legend. Micsoda legenda. We can be all be so proud. Mindannyian nagyon büszkék lehetünk. But he's also funny. De egyébként nagyon vicces. He said to me, azt kérdezte, are you recruiting enough? Azt kérdezte tőlem, hogy te. I have an eye on your case credits, he said to me. Szponzorálsz elég embert, mert figyelem a pontértékeidet. He's very funny. So he's checking on us. Trust me. Vigyázzatok, a Rex az figyel. We make sure that we perform well. Figyeljetek arra, hogy jól tudjunk teljesíteni. So you can imagine after so many years having these checks, it's long time, not about just money anymore. Szóval lehet ott képzelni azt, hogy éveken keresztül kapni ezeket a nagy pénzeket, ez már valójában egy szenvedély. And actually I believe if it's just money, it's very poor. Ha csak a pénzért csinál az ember, az nagyon szegény. Rex's idea is also not just making money. Rexnek az ötlete nem csak az, hogy pénzt csináljunk. It's about giving back. Hanem arról, hogy adjunk vissza. And helping people who cannot help themselves. És azoknak az embereknek segíteni, akik nem tudnak önmagukon segíteni. It's mostly the people who quit who are just driven by making money. Azok az emberek hagyják abba ezt az üzletet, akiket csak a pénz érdekel. Because then when they have the money, they don't know what to go for. Mert amikor megvan a pénzük, akkor nem tudják, hogy mi a következő lépés az üzletben. So make sure it's not just money, it's many other things. Ne legyen csak a pénz a célod, hanem legyen más is mellette. That's why I'm still working. It's not about money. És éppen ezért dolgozok még mindig, mert ez most már nekem nem a pénzről szól. It's about developing myself. Hanem arról szól, hogy fejlesztem önmagamat. Being the best version I can be. Hogy a legjobb verzió, önmagam legjobb verzió lehet. And by doing this, inspiring others. És ezt végezve, ezeket a feladatokat, másokat inspirálni tudok. And giving back. És visszaadni. To my team. A csapatomnak. To my friends. A barátaimnak. To my family. A családomnak. To the whole forever world I can speak. És az egész forever világnak. And also to children who cannot help themselves. És azoknak a gyerekeknek, akik nem tudnak önmagukon segíteni. At the end of the day, it's about being proud of what you do. Végül is büszkének kell, hogy legyél magadra, amit csinálsz. And this will never end. És ennek soha nem lesz vége. That's why I will never stop working. És éppen ezért soha nem fogunk megállni dolgozni. It's not about the money. Ez nem a pénzről szól. It's so much now you don't know what to do with that. Sokszor annyi pénzed van, nem tudsz mit csinálni. But there are many projects we can help others. De rengeteg projekt van, ahol tudsz segíteni. Like Rex showed us the way. Ahogyan Rex mutatja az utat nekünk. With forever giving. Ahogyan a forever giving mutatja az utat. So also what drives me is being a good leader and a good example. Jó vezetőnek kell lenni, ezáltal jó példa lesz az emberek számára. And in January 2019. 2019 januárjában. I got this amazing invitation to the very first Accelerate Week in Arizona. Egy fantasztikus meghívást kaptam, hogy az első Accelerate-en ott tudjak lenni. And at first I wasn't sure if I should go there because they said you just have to be a supervisor. Először nem értettem, hogy ott kell, hogy legyek-e én, mert azt írták, it was hogy, quite confusing. Hogy szupervázornak kell, hogy legyél, hogy mehess. Kicsit össze voltam zavarodva. De utána megértettem. You just think back like a supervisor and start from zero again. Szóval csak úgy gondolkozom, mint egy supervisor, és mint hogyha nulláról kezdenéd az egész üzletedet ismét. So January 2019 was my restart, my relighting my fire. 2019 január volt, amikor újra gyűjtöttem a tüzemet. And maybe I needed to go there and see it in Arizona. Lehet, hogy neked is el kell menni, és meg kell nézni ezt neked Arizonában. The world will always change. A világ mindig változni fog. But you just need to see the possibilities in that changes. Valójában a változásban mindig a lehetőséget kell, hogy keresd és lásd. So if we want change, szóval, ha változást akarunk, we have to do it. Akkor nekünk kell változni.
If it is to be, hogyha akarunk lenni, it is up to me. Ez csak rajtunk múlik, hogy kik és mik akarunk lenni. We have the responsibility for ourselves. Mi vagyunk felelősek önmagunkért. If we want to change, we have to be the change. Ha változtatni akarsz, akkor neked kell, hogy a változást légy te önmagad. And of course, life throws us sometimes some difficult situations. És persze az élet dob néha olyan dolgokat, amelyeket nehéz elintézni. Like each of you, I had them also. Mint nektek is van, nekem is volt. And there also have been some emotional moments where I quite lost my focus. Voltak olyan pillanatok, amikor én is elveszítettem a fókuszt. But then I thought, what example I will be when I let the circumstances ruin us. De akkor arra gondoltam, hogy a körülményeimnek adok teret, így hogyan leszek én a csapatomnak példája, bocsánat. I don't want to go in detail. Nem akarok többet belemenni részletesen. But through my forever work, through my forever business, I found the energy. A forever üzletemben megtaláltam az energiát. To totally black out these problems. Az, hogy kizártam ezeket a problémákat. Just have a tunnel view. Hogy alagút vízium legyen. And refocus. És hogy újra fókuszáljak. And this is the power of our mindset. És ez az ereje valójában a gondolkodásmódunknak. And additional the right tools to change things. Megfelelő eszközök ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat. So I, if it was just about money, I could have given it up easily. Ha csak a pénzről szólt volna ez az egész, akkor már feladtam volna. But it's not about money, it's about what model I am for my team and the forever world. Nem csak a csapatomról szól, hanem arról, hogy milyen modell vagyok valójában az egész világnak. If I give up, ha én feladom, they will also give up. Akkor ők is föl fogják adni. And this is not a good message. És ez nem egy jó üzenet. So I believe we as leaders, we have to lead by example. Szóval hiszem azt, hogy mi vezetők megfelelő példával kell, hogy vezessünk. So in that last 4 months, szóval az elmúlt abban a 4 hónapban, I turned all my focus on willpower towards akkor minden akaratomat arra fókuszáltam, hogy a munkában jó legyek. And never thinking about failure. És soha nem azon gondolom, hogy hogyan bukhatok bele. So that just did not exist in my mindset. Számomra lehetetlen volt, hogy valami ne sikerüljön. So no negative energy. I did not allow that to myself. Szóval nem engedtem semmi negatív energiát be az utamba. If we want to be a winner in whatever situation, ha győztes akarsz lenni bármilyen szituációban, we have to think like a winner. Akkor úgy kell gondolkoznod, mint egy győztes. So this is how I started to relight my fire. Szóval így kezdtem el a tüzemet újra gyújtani. This is why I guess you wanted this presentation. Valószínűleg ezért szeretitek volna, hogy itt legyek. Because when we are so many years in this business, amikor már nagyon régóta benne vagyunk az üzletben, we have to get some new energy from somewhere. Akkor valahonnan új energiát kell, hogy szerezzünk. By setting new goals. Úgy, hogy új gólokat, célokat tűzünk ki magunk elé. And also just back to the basics. És visszamegyünk az alapokhoz. Which means very simple. Ami azt jelenti, ami nagyon egyszerű. Searching for new customers. Az, hogy új vásárlóink legyenek. Looking for new people. Új embereket keresünk. Who will recommend me? Aki majd valójában ajánlani fog engem. And my business offer. Illetve magát az üzletet is. That time in Germany, Germany also because it was for chairman's bonus. Ugye én akkor csak Németországban dolgoztam a chairman's bonus miatt. New methods. New methods for recruiting. Új dolgokat kipróbálni ahhoz, hogy jelölteket keressünk. And with this new methods, getting new kind of leaders. És ezekkel az új találmányokkal új embereket találunk. So if we want new business, we have to do new things. Ha új üzletet akarsz és nagyot, akkor új dolgokat kell, hogy csinálj. We will not reach new goals with old things. Az új céljainkat nem fogjuk elérni a régi dolgainkkal. This is a big mistake. Ez egy nagy hiba. And especially for leaders who are many years in this business. Speciálisan azoknak a vezetőknek, akik már évek óta ebben az üzletben vannak. If you want a new growth, hogyha újra szeretnél növekedni, you cannot do the same things like before. Akkor nem tudod ugyanazokat a dolgokat csinálni, mint ezelőtt csináltál. We have to do new things. Új dolgokat kell csinálni. Otherwise, no growth. Egyébként nem lesznek céljaid. So growth is always coming from new team partners. Szóval a növekedés az mindig az új üzletből fog jönni. If you do what you always did, ha azt csinálod, amit mindig csináltál, you will get the results which you always got. Akkor azt az eredményt fogod megkapni, amit mindig akartál.
So I put my head down to work. Szóval lesütöttem a fejemet és elkezdtem dolgozni. And I call it laser focus. És én ezt így hívom, hogy laser focus. Since that time many people using this word laser focus. Azóta nagyon sok ember használ laser fókuszt. It's not just focus, it's laser focused. Ez nem csak fókusz, ez laser fókusz. Right to the point. Csak oda. So my goal was to not be the victim in that circumstances in 2016 and be a good leader. Szóval 2016-ban nem akartam az, hogy az az ember legyek, akire nem néznek föl, hanem az az ember akartam lenni, aki tudja vezetni a csapatát. And being the winner over myself in and the Forever Global Rally 17 in my country in Dubai. Győztes akartam lenni, önmagam akartam legyőzni 2012-ben Dubajban. And just use this 4 months to make it happen and to make it happen and finish with chairman bonus level 2. És csak azt a 4 hónapot használtam fel arra, hogy a chairman's bonus be tudjam fejezni. And guess what? És képzeld, mi történt? After being focused on this, miután fókuszáltam, on the 30th of December 2016, I made it. December 30-án 2016-ban megcsináltam. And it was not about that money on that check. És nem a pénzről szólt. It was about not being the victim, but being the winner. Hanem arról szólt, hogy ne áldozat legyek, hanem győztes legyek. And this encouraged me to so much more things. És ez az, ami vezetett engem folyamatosan. Because I could feel my own power. Mert éreztem a saját erőmet. That if the mindset is right, everything can happen. Mert hogyha a gondolkodásmódom jó, akkor bármi megtörténhet. So I also urge you to not give up too early. Szóval elmondom nektek, hogy ne adjátok föl túl könnyen. It's just September. Csak szeptember van. So everything's still possible. Szóval valójában még minden lehetséges. In 4 months you can change the game totally. 4 hónap alatt a teljes játékot meg tudod változtatni. And I finished when it was done. És akkor végeztem, amikor vége volt, nem and előtte. Not before. És nem előtte. So never give up too early. Szóval soha ne add fel túl korán. So what we need to know about our industry network marketing. Szóval mit kell tudni magáról a network marketingről, mint iparágról? As in every business, mint minden üzletben, professional success needs to be well prepared. A sikeres sikert azt valójában elő kell készíteni. In network marketing it's about 12 months. A network marketing ez kb. 12 hónap. Because we do not see the results immediately. Mert nem látjuk az eredményeket azonnal. We see them after. Majd csak később. And this is why sometimes people give up too early because they are looking for the results. És ezért adják fel leggyakrabban az emberek az elején, mert nem látják az eredményeket. But if you tell your new recruits that they need to give this business time. Ha elmondod az új embereknek, hogy igenis ennek az üzletnek időt kell adni. They will not be disappointed when they don't have the results immediately. Akkor nem lesznek csalódottak, hogy nincsenek eredmények azonnal. So for the smaller progress, we need like 3 to 6 months. Ahhoz, hogy az üzletünk egy picit emelkedjen, kb. 3-6 hónap kell. And for the bigger progress, about 12 months. Ahhoz, hogy nagyobbat tudjunk építeni, kb. 12 hónap kell. This is why we know what in 12 months our business will look like. És ezért tudjuk, hogy mi fog következni az üzletben a következő 12 hónapban. So if we set high goals now, hogyha magas céljaid vannak, in 12 months we will see the results. Akkor 12 hónappal látni fogod az eredményeket. And of course until that we have steps in between. És persze addig a lépéseket meg kell tenni. So out of my personal experience, szóval a személyes tapasztalataimból, when I changed my mindset in those 4 months in 2016, amikor a gondolkodásmódomat egy kicsit megfordítottam 2016-ban, turning the bad circumstances into positive energy, azokat a rossz körülményeket egy pozitív energiává változtattam, that was the base and the reason for my success in 2017. Ez volt valójában, hogy 2017-ben egy nagyot tudtam építeni. So you see, every difficult situation can have a very great outcome. Szóval, hogyan látod, minden olyan nehézség, ami az üzletedben van, egy nagyszerű eredményt tud hozni. So remember, as a leader, we have to do it first. Szóval emlékezz, mi mint vezetők nekünk kell először megcsinálni. And then others will follow us. Majd később a többiek jönnek utánunk. We don't need followers, we need other leaders. Nem követőket keresünk, hanem vezetőket. So leaders will always look up to their leader. Szóval a vezetők mindig föl fognak nézni a vezetőre. So we make sure we're leading by good example. Legyél abban biztos, hogy mindig a megfelelő példával fogsz vezetni. Not by talking or showing. Nem csak beszélünk és mutatunk. By doing it. Hanem csináljunk. So working the basics again and again. Szóval
csinálva az alapmunkát folyamatosan. Is one of the biggest leadership skills in network marketing. Ez a legnagyobb vezetői készség, amit meg kell mutatnunk ebben and az üzletben. That's why it's very easy to have a new growth. És éppen ezért nagyon jó megmutatni és könnyű megmutatni a növekedést. So as I said, bigger results need 12 months preparation. Ahogy mondtam, ugye ahhoz, hogy nagyobb eredményeink legyenek, 12 hónap előkészület kell hozzá. And I felt totally ready in January 2019. 2019 januárban abszolút készen álltam. Ready for the big change. Ahhoz, hogy nagy változás legyen. Because in 2018 I was preparing that change. Mert 2018-ban elindítottam ezt a változást. So I did everything new. Szóval mindent újat csináltam. New recruiting tools. Jelöltkereséshez új eszközöket használok. New methods of winning new clients. Új üzenet ahhoz, hogy új emberek legyenek az üzletemben. New trainings. Új training. New coachings. Új coaching. New system where my team can work with. Új rendszer, amivel a csapatom tud dolgozni. So everything new. Szóval minden új lett. And I took a professional on my side who is my coach and mentor since 25 years. És ugye van mellettem valaki, aki már 20 éve mentorál engem, aki profi az iparágban. It's Michael Strachowitz. Michael Strachowitz. And we developed a new system. És felépítettünk egy teljesen új rendszert. So it starts with a one-to-one presentation. Ami egy per egy prezentációval kezdődik. If you wish to, that can be your system too. Ha szeretnéd, akkor ez a te rendszered is lehet akár. And after this one-to-one presentation, there must be an infrastructure where people can take people to an OPP, to a business opportunity meeting. Kell az embereknek egy infrastruktúra ahhoz, hogy az egy per egy után egy üzleti prezentációra vigyék az embereket. Who wants to work online? Aki online szeretne dolgozni. They have this business presentation as a HD video. Ez egy prezentáció valójában, amit megkaphatnak online is. So they can send it out. Amit ki tudnak az embereknek küldeni. So let's say somebody joins on Tuesday. Tessék, nézzük azt, hogy valaki kedden elkezdi az üzletet. Two days later. Két nappal később. They need to have a fast start training. Két nappal később meg kell nézni a gyors start tréninget. Latest on the third day. A legkésőbb a harmadik napon. We call this the 72 hours rule. Ezt mi a 72 órás szabálynak hívjuk. If it takes too long, ha túl hosszú ideig húzzák az emberek, they will not start. Akkor nem fogják elkezdeni az üzletet. Even they have been at the opportunity meeting. Még akkor sem, hogyha az üzleti prezentáció voltak. So we need to have a speed in the first 72 hours. Szóval az első 72 órában kell, hogy meglegyen a gyorsaság. And help this new recruit to write his list, to do the phone calls. Segítsünk ezeknek az új embereknek, hogy hogyan telefonáljanak, hogyan írják meg a névlistájukat. And to learn how to invite to the next business presentation. És az, hogy megtanulják azt, hogy hogyan kell az embereket meghívni a következő üzleti prezentációra. This has to happen within one week. Ennek egy hét alatt kell, hogy megtörténjen. This is the way how you can build up momentum in every single city. Ez az útja valójában az, hogy hogyan tudsz egy momentumot felépíteni bármelyik városban. In every language. Minden nyelven. But it has to be the same systematic. Mindenhol ugyanazt a rendszert kell használni. So he learned in his first three days how to bring new prospects to our business presentation. Szóval, akivel elkezdtem együtt dolgozni, az első három napban ugye megtanulta azt, hogy hogyan kell embereket az üzleti prezentációra hozni. And for his new prospect, the cycle starts again. És valójában az új embernek ugyanez a kör fog elindulni. And of course, there have been people who said no at the business presentation. És persze majd lesz az, amikor az emberek azt mondják, hogy nem az üzleti prezentáción. We have to give them something. És ezeknek az embereknek is adni kell valamit. To not lose them. Azért, hogy ne veszítsük el őket. So there has to be a product presentation where we can put them on as customers. Szóval ezért kell, hogy egy termékprezentáció legyen, ahol be tudjuk ezeket az embereket rakni. So every no to the business is a yes to the product. Minden egyes nem az üzletre, az egy igen a termékre. Which explains where the customers are coming from. Ami valójában megmagyarázza azt, hogy honnan jönnek valójában a vendégek. Five people, ha öt ember van, one will join. Egy csatlakozni fog. And four will say no. És négy azt mondja, hogy nem. And these four people can become our customers. És ez a négy ember lehet valójában a mi. So therefore your non-manager group can grow with both parts. Ezáltal a non-manager CC tudnak növekedni folyamatosan. And maybe after this prospect has been at the product presentation. Lehet, hogy később majd ez a jelölt ugye egy termékbemutatón lesz. He changed his mind. Majd azt mondja, hogy változtatok a gondolkodásmódomon. And now he wants to start the business. És el akarja kezdeni az üzletet. So you see, we didn't lose him. Szóval látva azt, hogy nem veszítettük el az embert. But there have to be an infrastructure in place where you can put those people in.
De ezért kell, hogy infrastruktúra legyen az üzletedben, hogy ne veszítsük el az embereket. So now this one who went to the business presentation, then to the product presentation, szóval, now he comes to the fast start. Szóval az az ember, aki elment az üzleti prezentációra, majd ugye megnézte a terméket, most már ott van a gyors start tréningünkön. So the same after a one-to-one, when somebody says no. Szóval az az ember, aki az egy-per-egy prezentáció után azt mondja, hogy nem. You put them in the same product presentation. Berakod az embereket ugyanerre a termékprezentációra. Which is a presentation where the whole team can bring customers and prospects who said no. Ami a prezentáció valójában, ahonnan az egész csapat tudja hozni az embereket, akik azt mondták, hogy nem. Massively many new clients. Nagyon-nagyon meg tudja növelni az új emberek számát. Because if you recruit, mert hogyha keresed a jelölteket, you get four no's. Akkor megkapod a négy nemet. It's four new customers. Ez azt jelenti, hogy négy új termékfelvásárlód van. And maybe later they get it and they also can become a distributor. Majd lehet, hogy később megértik, és ők is akár disztribútorok lehetnek. So this I call the small duplicatable cycle. Én ezt úgy hívom, hogy pici duplikációs kör. And then we have the huge duplicatable cycle, which is creating leadership. Persze, van egy másik oldal is, ahol már a vezetőknek beszélünk. And this is when the people who started, és ez amikor az emberek már elkezdték, get the right professional education to become a professional network marketer. Ahol megkapják valójában azt a profi képzést, hogy igazán ők is profik legyenek magában a network marketingben. So for the moment in German language, szóval jelen pillanatban német nyelven, but I will duplicate it now in different countries and languages. De most már a rendszeremet minden más országban duplikálni fogom. Michael Strachowitz and me, we founded the first network marketing academy with a certification. Michael Strachowitz-szel megalapítottuk azt, hogy valójában network marketing certifikációt kaphatnak az emberek. So it's six parts. Ez hat részből áll. And at the end they get a certificate where they can see where they which they can show to their prospects. A végén hat héttel később ugye egy certifikációt kapnak, amit meg tudnak mutatni a jelöltjeiknek. This is a new profession. Ez egy új profession. It's a professional profession. Ez egy profi profession. So there they learn what to do and to succeed as professional network marketers. Ott megtanulnak mindent, és ezáltal ugye ők is profik tudnak lenni a network marketing iparágban. And it's a train-to-trainer system. Ez valójában a trainer-trainere rendszer. That means everybody who got this certification can now train the same to his team. Szóval azok az emberek, akik megkapták ezt a certifikációt, ők is tudják ezt duplikálni az üzletükbe. This is how we train them the right things and how we duplicate leadership. Ez az az út, hogyan tréningelem az embereket, és így van valójában a duplikáció az üzletünkben. So this new system was in place beginning of this year. Szóval ezt az új rendszert összeraktuk az év elején. That's why I knew. És éppen ezért tudtam. That I'm on the turning point. Épp ezért éreztem azt, hogy a fordulóponton vagyok. So therefore I was very much looking forward that the first Accelerate week was in January. Éppen ezért nagyon vártam az első Accelerate-et januárban. And I just wanted to manifest my decision there. És valójában csak azt akartam, hogy igenis jó döntést hozok. I can tell you it was amazing days with Greg, Rex and all the vice presidents. Fantasztikus napokat töltöttünk el a Greggel, Rexel, tényleg fantasztikus volt. Very personal. Nagyon személyes volt. I've never seen such an event. Soha nem voltam ilyen helyen vagy találkozón. I think they created a very special new idea. Én azt gondolom, hogy egy nagyon speciális új ötlet tőlük. What's the secret of a good leader? Mi a titok ahhoz, hogy az ember jó vezető legyen? To never stop learning and stay coachable. Az, hogy soha ne áll meg tanulni, illetve legyél tanítható. So knowing this, tudván ezt, we launched several new tools for the success of our teams. Ezért rengeteg új dolgot elindítottunk az üzletünkben, új eszközöket használunk. As you maybe have, you've seen me filming the last days, we are producing much more videos right now. Lehet, hogy láttátok az elmúlt napokban, hogy rengeteget filmeztünk, és újabb videókat fogunk kihozni. Because video marketing is the number one in marketing now. Mert a video marketing valójában az első a marketingben most már. So this network marketing academy I was mentioning, amiről beszéltem a network marketing akadémiáról, brought out about 60 to 80 trained trainers. Körülbelül 60-80 olyan ember van már, aki tud tréningelni. And they are on it now. És most már ők is csinálják. Starting with this year. És ez így kezdték el ebben az évben. I know it's going to be an amazing growth. És tudom, hogy ez fantasztikus növekedést fog tudni hozni. How do I know it? Hogyan tudom ezt? Because it was prepared since 12 months. Azért, mert előkészítettem 12 hónappal előtte. I'm not saying that out of the blue. Ezt nem csak így mondom.
I like to be prepared. Én nagyon szeretem azt, hogy föl tudok készülni valamire. So I know it. Szóval tudom. It's not just a guess. Ez nem csak egy ötlet, hanem ez egy tény. So my goal was to build a total different leadership in a new generation of leaders. Az én ötletem az volt, hogy egy teljesen új leadershipet építsek föl, illetve új vezetőim legyenek. And I became inspired by the Accelerate Week. És egy hatalmas inspirációt kaptam az Accelerate héten. And I am very much looking forward to duplicate that in November now in my very first Accelerate day. És nagyon várom azt, hogy ugyanez le tudjam másolni a legelső Accelerate napomon. And we have a very inspiring project going on. Egy nagyon inspirációs projektünk van jelen pillanatban. To put the offline and online world together under one roof. A célunk az, hogy valójában az offline, illetve az online világot egy tető alá tudjuk hozni. So thanks to Victor and his patience. Köszönöm szépen egyet Victor Agency-nek, ügynökségnek. Being a dinosauria in offline marketing. Én az, aki egy dinoszaurusz vagyok. He managed it so that I understand online marketing now. Megtanította nekem, hogy hogyan kell az online marketinget használni. So if I can do it, everybody can do it. Ha én meg tudom csinálni, mindenki meg tudja csinálni. I want to take the chance to thank you, Victor. Meg szeretném köszönni Viktornak. Köszönöm. My Facebook looks amazing. Én azt gondolom, hogy a Facebookom csodálatos. Thanks to your coachings. Köszönöm. So and also I saw in that Accelerate Week that the company totally focuses on eagle managers. Láttam azt, hogy a cég az Accelerate héten abszolút az eagle manageri programra fókuszál. This is where Greg sees the highest potential. Ez az, ahol valójában Greg a legnagyobb potenciált látja. So we should do also. Szóval nekünk is ezt kell csinálni. So I created already my first in February and will do my second Eagle Manager Academy in Germany and Austria in November. Létrehoztam azt, hogy egy Eagle Manager-i programom legyen, amit valójában Németországban, Ausztriában lesz majd. And again we will do it together online and offline under one roof with Victor and Susanna. És ezt Viktor és Susannával együtt fogjuk csinálni egy tető alatt. And you can see something. És valamit látsz. We are not upline or downline. Ahogyan látod, mi nem alsó vonal, felső vonal vagyunk. But we are one forever family, we are inspiring each other. Mi egy forever család vagyunk és inspiráljuk egymást. And we grow on each other. És egymás mellett növünk. And this is the energy you have to find around you. És ez az energia, amit neked is meg kell találnod magad körül. So both parties can grow. Szóval mind a ketten nőni tudnak. And I know some amazing results will come out of this project. És tudom azt, hogy ebből a projektből fantasztikus eredményeink lesznek. So when we want to have a new growth, we have to think bigger than ever before. Szóval amikor újat szeretnél, akkor teljesen másképp kell gondolkodjál. But what I often still see, amit gyakran látok, is people just doing the minimum instead of the maximum. Azt, hogy az ember csak a minimumot csinálják, és nem a maximumot. They just do as much to get the bonus. Csak annyit csinálnak, hogy megkapják a bónuszokat. So 12.00 case credits on the 31st. A hónap végén, 31-én 12.00 CC fog bemenni. Shame on them. Szégyellik magukat. This is not how leaders react. Az a vezetőknek nem így kell dolgozni. Same with the 4 CC. Ugyanaz a 4 CC-vel. So if you think in minimum, your growth will be a minimum growth. Hogyha minimumra gondolkodol, akkor a növekedésed is minimum if lesz. If you want to change something, ha változtatni akarsz valamit, we should do it ourselves. Akkor nekünk kell először megtennünk. Have the 4 and 12 and any other qualification ready on the 10th of the month. Az, hogy a 4, a 12 CC a hónap 10-én meglegyen. And show that to our team. És mutassuk meg ezt a csapatunknak. That we did that. Hogy mi ezt megcsináltuk. Fortunately for our Germany has a list every 10th of the month. Szerencsére a német forrevőnek van egy ilyen listája minden hónapban. Where you can see everybody who is active on the 10th. Aki, amit látod, hogy ugye hónap 10-énél aktívak voltak, vagy sem. It's not enough people yet on that list. És nincs elég ember ezen a listán. So the growth is not coming from thinking minimum. Szóval a növekedés az nem onnan jön, hogy minimálisan gondolkodsz. We need to aim higher than ever before and think in maximum. Hogyha maximumot akarsz, akkor teljesen másképp kell, hogy gondolkodj. Because what happens when you think just in minimum? Mert mit történik, amikor csak a minimum gondolkodol? Your chances to succeed is just 50-50. A lehetőséget ahhoz, hogy sikeres legyél, kb. 50-50. It's a really poor attitude. Ez egy nagyon rossz attitűd.
and failing can be expected. És az, hogy belebukjál, ez teljesen normális. And that sums up month by month. És amikor ez multiplálódik hónapról hónapra. And then end of the year you have to fight for the results. És akkor év végén harcolunk kell az eredményekért. That's why many people fail because they worked minimum instead of maximum. Éppen ezért nagyon sok ember belebukik, hiszen nem a maximumra fókuszáltak, hanem a minimumra. But it's easy to change. De nagyon könnyű változtatni. Next week a new month starts. A következő hónap, következő hét. So if you and your team members are active until the 10th. Szóval, hogyha te és a csapatod a 10-ig már aktívak. I promise you after 3 months. Megígérem neked, hogy 3 hónappal később. You can see already a different growth. Abszolút látni fogsz egy másfél növekedést az üzletedben. So what's my advice so far? Szóval, mi az én tanácsom számotokra? That the business year has to be planned ahead. Szóval a bizniszt, az üzletet tulajdonképpen meg kell tervezni előre. We need to have discipline. Fegyelmesnek kell legyünk. Put in hard work. Bele kell tenni a kemény munkát. And continuously and persistency. És folyamatosnak, kitartónak kell legyünk. And we do it as a team. És csapatban dolgozunk. We help our future leaders, our next generation of leaders with 2x1 meetings. Segítjük azokat az embereket, a következő vezetőink a 2x1-ben támogatjuk a munkájukat. Or Zoom conferences. Sorry? Or Zoom conferences. Vagy például a Zoom konferenciákon keresztül. So when we've done our job until the 10th, then there are 20 days left to support the team. Szóval, ha az első 10 napban már 4 cc és 12 cc aktív vagy, akkor a következő 20 nap már ott áll a te üzletednek a felépítésére. This is how you can support your team the most. És így tudod a csapatot a legjobban támogatni. Finish everything on the 10th and then you have 20 days for your team. Befejezem minden 10-én és 20 napod van még dolgozni. And also choose wisely whom you're surrounded with. Nagyon figyelznod kell arra, hogy ki az, akivel körülveszed magad. Make sure this is people who inspire you. Legyél abban biztos, hogy ezek az emberek inspirálnak téged. And not take your energy away. Nem csak elveszik az energiádat. Because if you want to have a positive mindset. Mert hogy a pozitív gondolkodásmódot szeretnél. Creating huge goals. Ha nagy célokat szeretnél elérni. You need to have people around you who believe in you. Akkor olyan emberekkel körüléd, akik hisznek benned. And I think all the leaders in Diamonds should always lead by example and inspire and help each other. És azt gondolom, hogy a gyémántok, illetve a vezetők mindig kell, hogy példával vezessenek, illetve ugye előjárnak az utukon. We don't have to be in one downline for this. Nem kell, hogy mi egy vonalban legyünk ehhez. We are in the forever family. Mi a forever családban vagyunk. And we can always help each other. Mindig tudunk egymásnak segíteni. This is thinking bigger. Ez az, amikor nagyobbba gondolkodik az ember. And also creating a new why. És illetve elindítani egy új célt az életedben. I said before, money is not a driving force for a long time. Ahogyan mondtam, hosszú távon a pénz az nem tudja az embert vezetni. So again, my forever brother Kim. Szóval a forever tesóm, a Kim Madsen. I call him my forever brother because we have the same sponsor and no parents. Azért hívom forever tesónak, mert ugye ugyanaz a szponzorunk, de nem szüleink. Our sponsor died. A mi szponzorunk sajnos meghalt. When we started. Amikor mi elkezdtük ezt az üzletet. So we are taking care of each other since 20 years. Szóval én az elmúlt 20 évben támogatjuk egymást. We are not in one team. Nem egy csoportban vagyunk. Still we are supporting each other. És még ennek ellenére is támogatjuk egymás munkáját. And Kim showed me a new way how to give back. A Kim megmutatta nekem azt, hogy hogyan jöjjek vissza. And I just want to show you this video. Meg szeretném nektek ezt a videót mutatni. They brought hope. They have made people from zero to heroes. So we are soon expecting heroes from this slum. This is one of the biggest slums in Uganda. Help Africa is an organization that is helping underprivileged children to get a better life and to have a secure future by taking them back to school. My name is Manu David, the head teacher of Kaku Parents School. Help Africa is having 86 children in Kaku Parents School. Kaku Parents is a boarding school and all children who are being sponsored by Help Africa, they stay here at school. In fact, we are very, very happy with Help Africa because they are able
to fulfill all the school requirements. All the staff members, they act like parents. So to come here in this wonderful paradise here, they get a box of personal belongings. Maybe they have not even at all had personal belongings before. They hardly have clothes or shoes to wear. And then they're here with new shoes, with new uniforms, and with a box, with a key, they have something they own. They want to become lawyers, they want to become teachers, they want to become nurses, because they know now the rest of the things have been what? Provided. They don't think about food again. We are very proud of partnering with you. I can say on behalf of Help Africa that we will have a relationship forever. Köszönöm szépen. These kids have nothing. Ezeknek a gyereknek nincs semmiük. But they are smiling. De mosolyognak. They are happy. Boldogok. And in the Western Europe world, people have everything. És Nyugat-Európában az embernek mindennek megvan. És ők panaszkodnak. Something is wrong here. Valami nincs ebben itt. So why don't we use our forever business? So miért nem használjuk a mi forever üzletünket? To help underprivileged children. Ahhoz, hogy segítsünk ilyen hátrányosabb gyerekeken. At least to go to school. Az, hogy iskolába menjenek. And have two meals per day. Illetve kétszer tudjanak étkezni naponta. And then we can make the world a better place. És akkor tudjuk a világot egy jó. Egy jobb helyi varázsolni. In the spirit of Rex. A Rexnek a szellemében. Because this is what he teaches. Mert ez az, amit tanít nekünk. Always reaching out for the one who cannot help themselves. Mindig segíteni azoknak, akik nem tudnak önmagukon segíteni. And this is the only business I know where we can really do that. És én azt gondolom, hogy ez az egyetlen üzlet, ahol ezt valójában tudjuk csinálni. So it's in our hands. Szóval a mi kezünkben van. And just see this. Actually, in that year where I almost didn't do that chairman bonus level 2. Ebben az évben, amikor majd nem csináltam meg a kettes szintű chairman's bonus-t. I put all this bonus to Help Africa. Az egész bónuszomat visszaadtam a Help Africa-nak. It was not about that money. Nem a pénzről szólt. It was about being a good leader for my team. Hanem arról szólt, hogy a csapatomnak jó vezetője legyek. And turning bad circumstances into positive energy. És az, hogy a rossz szituációkat egy pozitív energiával váltsam át. And out of the most difficult situation, something good is coming out. A legrosszabb pillanatokból mindig a legjobbak jönnek ki. I believe in that. Én abszolút hiszem ezt. Some call it karma. Valaki karmának hívja. So this girl found me. Szóval ez a lány megtalált engem. Her name is Sarah. Sarának hívják. She's now 11. 11 éves. And when we found her, és amikor én megtaláltam őt, really bad things have happened to her in her life. Nagyon rossz dolgok történtek az életében. And Kim Madsen said to me, she will not only have a future through you, you also will have a change. Azt mondta Kim Madsen, hogy ennek a gyereknek nem csupán a jövőjét fogod felépíteni, hanem te is meg fogsz változni. She will do so much to you. Nagyon sok mindent fog adni neked. And I did not understand that in the first moment. Először nem értettem, hogy miről beszél. But after I went to Uganda first time in October, majd miután elmentem Ugandába, 2017-ben, I understood what he meant. Megértettem, hogy mit mondott. I am her hope. Én vagyok a reménye. And she is my hope. És ő meg az én reményem. And it's just an amazing relationship. Ez egy csodálatos kapcsolat. She can smile again. Újra tud mosolyogni. She goes to school now. Iskolába jár. She has new friends. Új barátai vannak. Look at her face now. És nézd az arcát most. This smile she has all the time. Ez a mosoly van az arcán mindig. When we met her, she was just looking on the floor. Amikor találkoztam vele, mindig csak a földet nézte. She could not look in our eyes. Nem tudott az emberek szemébe nézni. Because she felt worthless. Mert nem éreztem, semminek éreztem magát. Now she feels she's someone. Most úgy érzi, hogy ő már valaki. Just by that little help.
csak úgy egy picit segítettünk. And since that, it has given me so much back. És azóta rengeteg dolgot kaptam én is vissza. Which has nothing to do with money. És ezek semmi nincs, semmi köze nincs a pénzhez. So I was not fortunate enough to have own children. So sajnos nekem nem lett egy saját gyerekem. But now I have Sarah. De most már van egy Sarám. And not just Sarah, also her mom. Nem csak Sarah, hanem az anyukája is. She cannot help, she couldn't help the family before. Sajnos nem tudta a családot támogatni ezelőtt. And now I helped her to have a small entrepreneurship. Most segítettem neki abban, hogy legyen egy kis üzlete. She is now selling charcoal to other women. Szenetáról másoknak. And her children don't have to beg anymore. És a gyermekeknek nem kell, hogy kórusok legyenek ezek she után. She can buy them food. És tudja őket etetni. And she's very proud on herself now. És ő most nagyon büszke már magára. This is what all comes back to us. És ez ami minden visszajön hozzánk. And I was visiting that school, this Kabuki parenting school with Kim. Én a Kimmel meglátogattam ezt az iskolát. There are now almost 300 children we took out of the slum and we joined the school now. Több mint 300 gyereket hoztunk ki a slumból, akik ma már iskolában vannak. And look what they get taught. But they get trained in school. És nézd azt, hogy hogyan vannak tanítva ők az iskolában. Having a small entrepreneurship to make Uganda great. Egy pici vállalkozást indítottam neki, és Uganda ismét nagyszerű lehet. So while they are in school, they're learning entrepreneurship. So miért vannak ők iskolában és a vállalkozásról tanulnak? That's quite an amazing school. Én azt gondolom, hogy ez csodálatos iskola, hogy ezt tanulják. So you can expect that is the future of this country. Szóval most már tudod, hogy Ugandának valójában mi a jövője. By helping these children to get education. Segítve ezeket a gyerekeket, hogy műveltek legyenek. They will have different people who can help their country later. És akkor különböző emberek tudják az országot segíteni. And of course, I couldn't hold myself back and talk to my friends and take them with me to Uganda. És persze nem tudtam megállni, hogy ne beszéljek az emberekhez, barátaimhoz, és elvittem őket Ugandába. And this is Sandra. És ő Sandra. Who now has a little Irene. Akinek ugyanúgy van egy örökbefogadott kislánya. As her sponsored daughter. És ő a szponzorált lánya valójában. And these two are big friends now. És ők már nagyon jó barátok. They even did not know each other before. És ők nem is ismertek egymást ezelőtt. Happy smiles. Boldog mosoly. From the children who had not even to eat before. A gyerektől, aki azelőtt nem is tudta, hogy hogyan fog táplálkozni. And this is in the spirit of Rex. És ez valójában a Rexnek a szelleme. Help as many people as we can. Segíts annyi embernek, amennyinek csak tudsz. Not just with money. Nem csak pénzzel. Also with love. Szeretettel. Giving hope and respect. Reményt és tiszteletet adni az embereknek. So they feel they are someone. Szóval ők is úgy érzik, hogy valakik ők is. So I've been in that slum now several times. Már többször voltam ebben a slumban. It's the poorest slum in Uganda. Ugandában ez a legszegényebb környék. But nobody is on medicine for feeling bad or how you call all these diseases. They okay. Don't know about it. Senki sem szem gyógyszereket, csak azért, mert megbetegedjenek, nem they're ismerik. They're just happy with that how they are. Annak örülnek, ahogyan élnek. And I think we can learn a lot from them. És azt gondolom, hogy ezektől az embertől rengeteget tudunk tanulni. Being happy with the small things also. Az, hogy apró pici dolgoknak örülni tudunk. Even they are Christian, they never thought what is Christmas or Santa Claus. Szegények azt se tudták, hogy mi valójában a karácsony. So first time they saw a Christmas tree. Először láttak karácsonyfát. And Santa Claus. És akkor először láttak télapót. And there was just a joy to watch them. És akkor csak egy öröm volt nézni őket. And actually I want to mention that also Victor and Susanna have now a little Gloria. They got sponsored by Victor and Susanna. Nekünk is van egy kislányunk, most így mondom inkább, a Gloria, akinek mi is támogatjuk az életét. I believe a real friend encourages you and sees the potential in you. Hiszem azt, hogy az igazi barátok azok folyamatosan segítenek és látják benne a potenciát. Like Kim saw it in me. Ahogyan Kim bennem látta. And he said you will be a good mother now for Sarah.
És azt mondta, hogy most már egy jó anya leszel a Sara számára. I cannot thank him enough for that. Ezért nem tudunk eleget megköszönni neki. And I also believe a real friend lifts you up. És hiszek abban is, hogy az igazi barátok megemelnek téged. And helps you to grow. És segítenek a növekedésedben. The others are not real friends. A többiek azok nem igazi barátok akkor. So check out who is the five people around you if they really want to lift you up and help you to grow. Szóval nézd meg, hogy ki az az öt ember, aki körülötted van, és valójában megemel téged. A real friends open your eyes for new possibilities. Az új, a jó barátok azok kinyitják a szemedet az új potenciára. And the real friend is there for you when you need help. A valós barátok ott vannak, amikor segítségre van szükséged. So thank you, Kim Madsen, my friend. Köszönöm, Kim Madsen, barátom. Thank you, Jane Leach, my friend. Köszönöm, Jane Leach. Thank you, Miklós, my friend. Köszönöm, Miklós. Since more than 20 years. He's the one who taught me in my team German bonus, and he's just a master with that. So many times he was in Germany. Ő volt az, aki megtanította a csapatomnak a German bonus-t, és rengetegszer volt nálam Németországban. And for my new online business, thank you, Victor and Susanna. We are all not in one downline or upline, but we are all in forever family. Ahogyan látjátok, semmi közünk nincs egymáshoz, viszont egy családban vagyunk, a forever családban. But still we are helping each other. De folyamatosan támogatjuk, segítjük egymást. And this is how we all can grow together. És így tudunk együtt nőni valójában. I believe together we can change the world. Thank you very much. Én hiszem azt, hogy együtt meg tudjuk változtatni a világot. Köszönöm szépen.